Háromszögek a kormánypártok plakátjain Érden. A fényképeket is ilyen formában rendezték rajtuk. A bíróság szerint, idézem, a geometriájuk és az elforgatásuk is igen erősen hasonlít egy másik kampány, a közpénzen folytatott Modern Városok program arculati elemeire. Azt mondják, a színek és a betűtípusok is majdnem megegyeznek. Az egyiknél az Érd épül, a másiknál pedig az Építjük Érdet szlogen szerepel. A bíróság szerint a két kampány összemosható, és ezzel a kormánypártok megsértik a választás tisztaságát. A fővárosi ítélőtábla eltiltotta az érdi Fidesz-KDNP összefogás egyesületet, polgármester jelöltjüket, illetve 12 helyi képviselő jelöltjüket a további jogsértéstől. A döntés jogerős. A kormánypárti polgármester jelölt Facebook oldalán közölte, hogy alkotmánybírósághoz fordulnak. Az viszont nem derült ki, leszedik-e a plakátokat. Abszurdnak tartjuk a fővárosi ítélőtábla döntését, és lényegében arra köteleztek minket, hogy ne beszélhessünk az érdieknek arról, amit saját szemükkel is láthatnak, hogy Érd épül. Természetesen mindent megteszünk, hogy megfeleljünk a határozatban foglaltaknak. Azaz leszedik ezeket a plakátokat? Mindent meg fogunk tenni, hogy a határozatban foglaltaknak megfeleljünk. De és ez azt jelenti, hogy eltűnnek a plakátok? Mindent meg fogunk tenni, hogy megfeleljünk a határozatban foglaltaknak. Ellenzéki aktivisták az egyik kormánypárti óriás plakát egy részét ma fekete fóliával takarták le Érden. Azt mondják jelképesen, valamennyi hirdetés teljes eltávolítását követelik a Fidesz-KDNP polgármester jelöltjétől. Ha Témészáros András következetes és tiszteletben tartja a jogszabályokat, tiszteletben tartja a jogállamiságot, akkor kutya kötelessége eltávolítani ezeket a plakátokat, a teljes arculatot le kell cserélnie, hiszen tegnaptól kezdve jogsértő módon használja az Európai Uniós közpénzből finanszírozott arculatot. A Fidesz-KDNP érdi kampányát emiatt a videó felvétel miatt is elmarasztalták. Egyik jelöltjük plakátját a helyi polgárőrség vezetője, az önkormányzat által támogatott szervezet autójából vette elő. A polgárőr vezető nem akart nyilatkozni, de kamerán kívül azt mondta híradónknak, az utcán találta a plakátot és visszaadta a jogos tulajdonosának. A Területi Választási Bizottság jogerős döntése alapján viszont a kormánypártok azzal is megsértették a választás tisztaságát, hogy plakátjaik kihelyezéséhez igénybe vették az érdi polgárőrség segítségét. A Fidesz szerint ilyen nem történt.